Sziasztok, fiúk és lányok! Üdvözlök ismételten mindenkit a Harry Potter végjátszás befejezésénél, ugyanis már csak az utolsó három pálya van hátra ebből a játékból, a mai napon végig fogunk ezeken haladni, befejezzük az utolsó filmnek is a sztoriát, és utána elmondhatjuk magunkról, hogy végeztünk ezzel a fantasztikus LEGO játékkal, és úgyhogy kezdjünk is bele utolsó kalandjainkba, és akkor vegyük is az irányt a szükség szobája felé, ugyanis ugye már ott találjuk meg a következő horcruxot, amit el kell pusztítanunk, és kezdődjük is akkor a pálya. Na, hú, gyerekek, de vártam már ezt a napot, hogy elérkezzünk ide is. Mostanra kicsit már azért kezdem unni Harry Pottert, az igazság, de a mai napon még megpróbálom minden figyelmet ide szentelni. És ezután végre végezhetünk a játékkal. Na Harry, tűnés befele a szobába. Ajjaj. Lesz egy kis fogadóbizottságunk, azt hiszem, Draco Malfoy-ék személyében. Viszont, úgy látszik most nem Harryvel fogunk menni, hanem Ronnal és Hermionéval. Na hát egy kicsit megint a szerelmes párral tölthetünk egy kis időt. Akarom mondani, a frissen összejött szerelmes párral. Előbb még a titkok kamrájába csókolóztak, igen, mélységesen, de most erre nincs idő, mert Harryt meg kéne menteni Malfoyéktól. Nos, azt mondja, hogy ásni kéne. Ásni kéne, ha lenne mivel, de szerencsére van mivel, mert itt a cicamica. Szuper, egy virág. Hát akkor ezt meg is fogjuk Ronnal, mondjuk. És odaadjuk Hermionének, mert hát egy lányok szeretik a virágot, tessék Hermione, itt a virág. Kell? Nem kell? Mi az, hogy nem kell? Jó van, Hermione nem kellett a virág, akkor majd megkapja más, aki jobban megérdemli. Hermione, te nem vagy méltó erre a virágra, azt kell mondjam. Mi ez? Ja, aztán már nem fog kiesni semmi a ládából, itt egy óráig vártam, hogy na mi van? Miért nem jön ki belőle semmi? Na jó, jó. Ez a izé, gőzöm sincs, hogy micsoda. Jaj, ventilátor, oké, okay. És ez nekem miért jó? El kell fújnom a fagyit a csávó kezéből? Vagy ez hogy van? Na várjál, nem, nem, valami még nem jó. Ja, közelebb kell menni. Ja persze, mert csak így be lehet dobni a képbe a ventilátort, mi? El is hiszem majd. A kép is meg csak úgy ki tudja dobni önmagából a tárgyakat. Ez azért még Harry Potteréknél is lehetséges. Az oké, hogy mozognak a képek, de azért a képekbe ki meg bemenet nincs. Szóval ez kicsit hülyeség. Jaj, Hermione, hát ha te nem lennél a táskáddal, akkor nem is tudom, mit kezdenénk ebben a játékban. Na most mit fogsz kivenni? Mi a franc? Ja, hát egy ilyen seprű meg a lapát hozzá, le kell söpörni a pókot a hálóról. Nagyon jó. Na, be a kondérba vele. És robbantunk egyet, Hermione is felrobban. Hermione nem robban föl. Ő az Iron Lady, nem lehet felrobbantani, olyan, mint hosszú Katinka. Nem lehet őt elpusztítani, mondjuk addig jó. Legyőzhetetlenek mind a ketten. Csak ugye, még hosszú Katinka az úszásban Iron Lady, addig Hermione a robbanó üstök mellett állásban való nem felrobbanásban álló lady, izé Iron Lady. Fú, ezt nagyon megmondtam. Fogalmazásban gyerekek, profi vagyok ám, úgyhogy vigyázzatok, mert olyan dolgokat tudok ám itt megfogalmazni, hogy amit még álmaitokba se gondolnátok. Na, rúnás szekrény! Remélem jól jegyeztem meg. Igen, oké. Okay. Szerencsére nem baszkurintottam el. Ez meg mi a franc? Ja, van egy ötletem, föl kéne rá állni, ugye? Ron nem akarsz felemelni? Ron nem akar felemelni. Akkor mi a magamat emeljem fel, vagy ez hogy van? Ja, nem is felemelni kell vele magamat, hanem oda kell adni a... Mi ez? Lovagi páncélnak ezt a templomos keresztet. Hol vannak ilyenkor az asszaszinok, amikor itt ilyen templomosok vannak? Hát ez felháborító. Ronald, emelt fel ezt? Köszi. Ide a szemüveggel, most azonnal. Na, rakjuk össze, ami itt van. Ó, katapult, az jó. Ilyen középkori módszerekkel el fogjuk pusztítani ezt a szeméthalmazt itt magunk előtt. Kilőjük katapulttal. Nagyon szép. Mennyi pénz van benne? Hát azért ezt már szeretem. Szekrényeket széttűni, nem? Nem, nem lehet. Sajnos ezt nem szabad megtenni. Olyan, nem, meg lehet tenni, csak nem lehet megtenni. Mi van? Mit beszélsz össze-vissza? Szóval, értitek? Meg lehet próbálni, de nem fog sikerülni. Megint a táncsontváz, 1/3? Ó, király, akkor még lesznek. Akkor mondjuk, ezt most nyírjuk ki, mert adni fog egy ezrest mindenképpen.
És akkor haladunk a 30% fele. Ronaldnak kéne a lámpása, azt hiszem. Nos, itt van egy rakás ilyen lovagi páncél, de őket még azt hiszem egyre nem tudom kiszedni. Ez meg egy bajbetott diák, de hogy fogom őt leszedni onnan? Azt hiszem így. Erre megvan a megoldás. Lelőttük őt onnan szépen. A függőágyát azt nem lehet. Ló, köszi a pénzt. Szóval a függőágyat dehogy nem le lehet lőni, csak éppen pénzt nem kaptam érte, úgyhogy kap be. Kedves játék. Na, elő a lámpával. Ide a fényt. Aztán oda a fényt. Hát ezek meg ennyire örülnek annak a lámpának, hogy ja nem! Szóval ilyen terül-terül asztalkán van, és akkor jönnek zabálni. Jó van. Ilyen érdekes hangokat adnak ki a kajálás közben. Hm. Végül is. Mindenki így szokott enni. Itt láttam valahogy valahol egy... Á, ott volt. Jó, láttam akkor. 10000-es. Nem mehetünk tovább. És itt is van a Horcrux. És itt van a Hellfolyék is. Jaj, de jó játék lesz. Az egyik ostoba mindjárt elszabadítja az ördögtűz átkot. Ami egy igen erős átok, és szintén képes Horcruxokat elpusztítani. De úgy látom, először tovább megyünk Harryvel és Hermionéval, vagy mi lesz most? Ja igen, először el kell jutni a Horcruxig. Viszont hamarosan jön az, hogy az egyik idióta mardakáros elszabadítja az ördögtüzet. Méghozzá azt hiszem, a könyv szerint Krak volt az egyébként, az az ügyes ember, aki ezt megcsinálta. Viszont ezzel mindenkivel kiszúrt, még önmagával is, hogy ezt megtette, mert irányítani azt éppenséggel nem tudta. Az oké, hogy az átkot meg tudta idézni, de aztán ez az ördögtűz nem egy olyan dolog, amit olyan könnyű irányítani. Egy Krak szintű varázslónak, szóval eléggé nagy fail lett a vége. Ó, köszönöm a pénzt! Szóval azt mondod játék, hogy kelleni fog Hermionének a macskája? Hát akkor állj, 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 állj. Ide még kell egy darab cső. Oda még nagyon kell egy darab cső, úgyhogy azt most még kereshetem itt meg tök faszán. Itt van egy ilyen nagy sárkány, amit most biztos, hogy nem fog tudni használni, mert kéne hozzá egy erőkarakter. Sajnálatos módon ez ott marad. Na, ezt lelőjük onnét, nem tudom mire lesz jó. Hát most már tudom, mert ott van a következő csődarab, Wingardium Leviosa, vagy mi lesz most? Nem? Áján, tovább kell lőni azt a... mérleget, vagy mi van ott? Hey, Hermione, azt lőd meg. Köszönöm. Ide a pénzzel? Hát nem menj már ki a pályáról, mert megfejellek. Na, ide vele. Megy oda. És áj, nem minek váltok Harryre? Hát Hermione kell ide nekünk macskát kell irányítani. Pénzt kell gyűjteni, meg minden. Úgy, ott egy pénz, ott egy pénz, ott a gomb benyomva. Most eljövünk erre is. Meglökik a szobrot, leesik a szobor. Kapunk érte pénzt, mert meggyilkoltuk azt a szobrot. Nem tudtam összeszedni az összes pénzt, kedves játék, mert neked le kellett kezdened itten. Oké, értem már. Szóval, Harry, neked most jobb dolgot sincs, mint táncolni, ugye? Azt hiszem, az idióta Krak most szállította el a ördögtüzet. Hermionek kevesebb sikítás, több mászás. Jaj, Harry, védj meg minket. Na jó van, akkor hajrá, tűzoltósdi következik. Már csak azért is, mert abból van pénz. Nem is kevés. Úgyhogy amit el lehet oltani, azt azért eloltjuk. Így van, oda nézzetek, mennyi pénzt kapok érte? Na, hogy megcsinálom. Csak az, hogy a fele pénz az leesik, és oda biztos, hogy nem fog utána ugrani, mert ott már ég az egész pálya elég nagyban, úgyhogy semmiképpen nem szeretnék meghalni, mert akkor azzal csak pénzt fogok veszíteni. Nyerni nem fogok ezáltal. Na jó, ezt a ládát... Na azért mondom, hogy meg lehet azt lőni. Jó, sötét varázslat kéne, ott egy pajzs darab van benne. Nos, újabb tűz, újabb izgalmak. Jó, ott is kéne tüzet oltani. Erőteljesen. Nagyon epikus ez a zene közben. Ó, ott az ezres. És itt a pénz, az enyém, az összes, az enyém. Tűz! Vízrepülő. Na. Mi ez egy ilyen baziliszkusz formájú ördögtűz? Tisztára jött a baziliszkusz. Nevezhetnénk ezt a baziliszkusz bosszújának, vagy a baziliszkusz visszatérnek. De hát ez sajnos ez nem az a Harry Potter film. Pedig milyen tök jó hangzana, nem? Harry Potter és a baziliszkusz visszatér. Vagy, és a baziliszkusz bosszúja. Na, tök jó hangzana. Na gyere Hermione, téged is átjuttatlak.
összedolgoztunk igen, keményen. Oké, még több tűzoltás. Ronald közben meghalt. Bocsi Hermione, hogy megöltem az újdonsült barátodat. De Ron pont előttem volt az útba, és hát ez van, hát most nem tudok mit kezdeni. Ha Ron az útba áll, akkor Ron leesik. Azt a sok pénz, csak Harry a fele leesett. Én meg biztosan nem fog utána ugrani. Ha pénz a kútba ugrik, én nem ugrok utána. Hogy egy kicsit átköltsem ezt a mondást. Igen, a baziliszkusz. Ez most már nem a baziliszkusz, ez már az oroszlán. Ez viszont már inkább griffendéles volt. Ő jelképük az oroszlán, a kígyó meg a mordekári. Hoppá! Kaptam egy pitét az arcomba. De ez nem amerikai pite volt, ez a Harry Potter pite. Roxforti pite, vagy nem is tudom, hogy hívjam. Weasley pite, mert a Weasley dobozból jött ki. Na, tedd már bele, Ron. Mármint, hogy a rakétát. Most nagy félrejtse valaki. Oké. Megvan, ott fogunk átugrani. Ez ugrálós? Jaj! Támad a főnix, vagy nem tudom, az már valami madár volt. Jól van. Micsoda mintát kell itt kirakni, te jó ég. Jó van, hát ez ilyen... Nem tudom, létraféleségnek néz ki talán. Szerintem valami létra, de aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igen, ez a létra lesz határozottan. Úgy, ide a pénz. Esetleg itt nincs valami pénz itt oldalt? Nincs. Akkor hajrá föl. Na. Mi van? Ron. Csak le... Menj már fel. Lettfele tud mászni, de fölfele nem. Nézd már meg. Na végre. Most már sárkányok is jönnek. Mondjuk az szorosabb összefüggésben van a tűzzel a sárkány, mint a kígyó meg a oroszlán. Hermione, ez nem a legjobb pillanat arra, hogy elkezdjünk takarítani. Ja, hogy te repülni akarsz a söprén, akkor oké. Azt hittem már, hogy hirtelen el akar kezdeni takarítani. Az tény, hogy itt nagyon nagy a kupleraj, de azért mégsem. Nagyszerű, ott van Krak is, meg Dráko is, meg igazából itt a könyv szerint monstro volt velük, de ez itt most, ez egyáltalán nem monstronak néz ki a harmadik mordekáros. Ugyanis monstro, ha jól tudom, akkor egyáltalán nem néger volt. Márpedig biztos vagy benne, hogy nem néger volt, szóval... Hogy is hívják a néger mordekáros? Vagy talán Zambininak, de ebben sem vagyok biztos. Azt hiszem, hogy Blaze Zambini volt a néger mordekáros. Na jó van, kilőjük ezt a izét most már innét. Várjunk csak, most már Ron is tud párszaszolni, hogy itt az ideje, hogy megvilogtassa új tudását Harry előtt is, hiszen ő még nem látta, csak Hermione, amikor ugye a titkok kamrájába párszaszolul beszélt. De igazság szerint csak lekopiszta Harryt, amit ő mondott. Annó. Na. Oda küldünk egy... Na, Hermione, menj az útból, mert téged foglak meglőni. Na, hajrá, Ron. Erről van szó. Hogy is volt? Jó, megvan. Most el kell oltani 3 tüzet, hogy a mordekárosokat meg tudjuk menteni. Ilyen jó fejek vagyunk. Ide jönnek, megpróbálnak minket megölni, és még mi mentjük meg őket, érted? Azért ez... Remélem ezért minimum meghálálják egy kis csoki békával vagy valamivel, mert hát ez azért nem így működik. Na, nem jó, Ronald. Abba kell belejuttatni a vizet. Jó lassan telik meg a tartály, nem mondom. Na, kész van. Jó, egy tűzoltó készülék működésbe hozva. Repüljünk tovább. Oké, csak óvatosan. Na, nézzük ezt a helyet. Itt lehetne szerelni valamit, amit biztos, hogy nem fogunk tudni megszerelni jelenleg. Azon kívül... Hát... Pénz, igen, kérem ide, köszönöm. Még össze is lehet belőle rakni valamit, akkor meg... Ne! De mi volt ez? Beszorult a gomb és... Ron, nem! Gyorsan átváltottam. A franc essen beléd. Beragadt hirtelen a nyílbillentyűm, amivel mentem előre, és nem tudtam megállni. Viszont ezzel tök jó, meg 2000-et vesztettem, így már biztos, hogy nem fog összegyűlni a pénz. Szinte 100%. Jaj, bocsi, panda macé, megöltelek. Ó, egy 10000-es! Akkor még nincs minden veszve. Ezt jól láttam? Helyben a pofára esett? Gratulálok. Na jó, itt a söprű. Repüljünk Harryvel, mert az ő mégiscsak biztosabban közlekedik a söprükön. Jó. Megnézzük itt ezt a részt is. Nem! Harry! Az Isten áldjon meg! Miért kell neked leesned? Nem biztonságos ez a hely, csöppet sem. Azért remélem még lesz esélyünk a pénzt összegyűjteni.
Hát, ha még van egy ezres... ott látok is három darab ezrest ott kicsit hátrébb, az már jó, és... Jaj, karakterikon... Nem szedem össze, Majd freeplayben összegyűjtöm magamnak, de most... szedjük össze gyereket, megpróbálom, hát ha... Tom Denem az viszont egy nagyon jó karakter, kérlek ne ragadj be. Most beragadt? A rohadt játékja, beragadt? Persze, hogy beragadt, hát így bízzak meg a játékban, nézzétek meg! Ó, hogy mennél a jó életbe! És ez komoly? Ne csináld már! Már pedig beragadt. Nézzétek, tudtam, hogy nem szabad felvenni a karakterikont, annyira gyűlölöm ezt a játékot! Esküszöm, örülni fogok, ha vége lesz. Na jó, srácok, egy kicsi vágás következik, mert szerintem ez a hülye megint bevágolt, nem hiszem el.